Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Ma este egy olyan történelmi személyiségről beszélgetünk az Ez itt a kérdés adásában, aki 1918. október 31-én került hatalomra, és 1919. március 21-éig volt hatalmon Magyarországon. És a megítélése, hát minimum azt mondhatjuk, hogy ellentmondásos Magyarországon. Ki hazaárulónak tartja, ki pedig a polgári demokrácia megteremtőjének és a magyarországi demokratikus átalakulás előfutárának. Károly Mihályról beszélgetünk vendégeimmel, Pohlmann Ferenc hadtörténésszel, Pók Attila történésszel és Botlik József történésszel, és először arra kérem az urakat, még mielőtt egy Károly Mihály életrajzot megnéznénk, hogy egy-két mondatot mondjanak arról, hogy hogy ítélik meg Károly Mihályt politikusként természetesen. Hát mit mondtad erről, egy hadtörténész? Én azzal térnék ki a kérdés elől, hogy Károly egy olyan politikus volt, akivel nem szívesen cseréltem volna, cserélnék, hogyha erre módobban állna. Én azt mondanám, hogy ő egy patrióta arisztokrata volt, egy patrióta magyar arisztokrata, az első magyar köztársaság meghatározó embere, és egy olyan közéleti értelmiségi, aki sokszor tévedett, és akit sokszor megtévesztettek. Én egy kicsit másként látom Károly Mihály szerepét. Én nem a polgári demokratikus rendszer megteremtését tartom az érdemének, hanem a bűnének, ha így is mondhatnám, kicsit keményebben, hogy nem szervezte meg az ország nemzeti önvédelmét. Ez lett volna az első feladat 1918. októberében, és nem kellett volna leszerelni a hadsereget. A másik még, amit hozzáfűzök, hogy a Tisza István megemlékezéseken ugye állandóan szóba került, hogy Tisza jelentette ki azt, hogy az első háborút elvesztettük. Ez tulajdonképpen a felelősség megoszlik, mert előző napon Károly Mihály jelenti ki ezt a parlamentbe, hogy ezt a háborút elvesztettük, és nyerjük meg a békét, és akkor erre válaszol másnap Tisza István a parlamentbe, hogy nem akarok játszani a szavakkal, tehát most így nem pontosan idézem, bár itt van ebbe a kötetembe, és hogy ezt a háborút elvesztettük. Tehát én ebbe a háború elvesztése fogalomba, kitételbe, én megosztott felelősséget látok a két politikus között, akik úgy tudjuk, hogy azért kemény ellenfelek voltak már hosszú évek óta. Igen, most az 1918. október 16-ai és 17-ai eseményt egymást követő napokat említett az előbb. Tehát ezt úgy jól lenne helyre tenni, mert ez úgy a köztudatban benne van, de hát azért én nagyon szeretem a forrásokat, és mindennek utána nézek, és nem másodközlést, harmadközlést, és ezért ez nekem úgy szeretném helyre tenni. Igen, egy héttel ezelőtt éppen Tisza Istvánról beszélgettünk itt, ez itt a kérdésben, és pontosan így mondtuk. Igen, az biztos, a filmben is így volt. Szerepelt egyébként. Na hát adásunk elején, mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, Károlyi politikai pályájáról beszéljünk egy kicsit. Károlyi Mihály az első magyar köztársasági elnök arisztokrata családban született 1875. március 4-én Budapesten. Károlyi eleinte konzervatív politikát folytatott, később felfogása élesen megváltozott, radikális nézeteket vallott. Az 1901-es választásokon a Zilahi kerületben alulmaradt, csak 1910-től lett parlamenti képviselő. Az országgyűlésben élesen szembeállt Tisza István politikájával. Ellenezte az osztrák-magyar monarchia és Németország szövetségét, helyette az antant barát külpolitika mellett érvelt a háborúval szemben. Az Őszi Rózsás Forradalom Nemzeti Tanácsának alapítója s elnöke lett. Október 31-én József főherceg kinevezte kormányfővé. 1919. január 11-én államfővé választották. Hatalmának végét a március 20-i Vixi jegyzék jelentette, amelyben a győztes hatalmak jelentős területek átadását követelték. Ezt azonban nem tudta elfogadni. Károlyi félreállt, másnap pedig a kommunisták vették át a hatalmat. 1919 után emigrációban élt. Közvetlenül a II. Világháború után hazatért, majd párizsi követ lett. A kommunista rendszerrel nem tudott együttműködni. Emigrációba vonult. 1955-ben halt meg. Pohlmann Ferenc, közben, amikor néztük a filmet, akkor azért úgy látom, hogy meg akar szólalni az antant barátság kapcsán, vagy a Német Szövetség kapcsán? Azt hiszem úgy hangzott el a kísérőszövegben, hogy
a német barátság helyett az Antant barátságot szorgalmazta, vagy valami ilyesmi volt a megfogalmazás. Én itt ingattam a fejemet egy kicsikét, mert az én tudomásom szerint az egyoldalú német barátsággal szemben egy kiegyensúlyozottabb külpolitikát, külpolitikai orientációt szolgalmazott, ami nem jelentett egyértelműen ekkor még Anton barátságot, hanem éppenséggel az egyoldalú német barátságot kárhoztatta. Nem tudom, hogy mit gondolnak arról egyébként, hogy, érdemes egyáltalán Károlyi Mihály 1918. október 31-e előtti politikai pályájáról nagyon beszélnünk, hiszen a 31-e utáni időszak az, ami meghatározta aztán Magyarország történelmét, Pók Attila? Én nem egészen így látom, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan juthatott politikai szerephez, meghatározó politikai szerephez október 31-én Károlyi, ahhoz az előzményeket ismerni kell. Akkor nézzük meg. Én azt mondanám, hogy ha a forradalom, én még azért használnám az Őszi Rózsás forradalom kifejezést, történetét nézzük, az valahol a Bekerle kormány lemondásával kezdődik, és november 16-án a köztársaság kikiáltásával ér véget. Ugyanis amikor a Bekerle kormány, Bekerle 23-án, október 23-án jelenti be a lemondását, 24-én megalakul a Nemzeti Tanács, amelynek ugye a meghatározó személyisége lesz Károlyi Mihály együtt a szociáldemokratákkal és a radikálisokkal, a polgárradikális párttal. Na most egy vákumot tölt be akkor a Nemzeti Tanács, egy hatalmi vákumot, és ez a szituáció bele löki Károlyit aztán abban a miniszterelnöki szerepbe, amire aztán József főherceg felkéri. Tehát, és az ő Riegerből ismert háború ellenessége egy elfogadható személyiségé teszi a közvélemény előtt, sőt, politikus társai előtt is. Tehát úgy gondolja, hogy 1918. október-novemberében egyrészt ugye azért mondta nyilván azt, hogy forradalmat mond, igen, mert hogy sokan azt gondolják, vagy mondják most már, hogy ez egy pucs volt tulajdonképpen egy budapesti hát idézőjeles hőzöngés, és nem pedig egy valóban országos forradalom. Ezt én határozottan tagadnám. Itt egy világháború utáni vákum helyzetben egy forradalmi mozgalom kezdődött, amit Károlyi nem erősíteni, hanem tompítani akart. Hogyha nincs a Nemzeti Tanács, és különböző egyéb tanácsok, katonatanács, diáktanácsok, stb., akkor valószínűleg megállíthatatlan lett volna az a népmozgás, ami beindult. Tehát én azt mondom, hogy ő nem egy pucsot létrehozó politikus, hanem egy hatalmi vákumba belesodródott, azt minden elejével menedzselni kívánó személyiség. Botlik tanár úrral én egyszer-kétszer beszélgettem már Károlyi Mihályról, és nem teljesen ezeket a kifejezéseket használta. Én nekem azzal kapcsolatban az a Károlyi személyiség, vagy legelső az lett volna, a legelső feladata. Tehát nem az, hogy még, meg hogy királyság, vagy nem királyság, meg államforum, meg ez, nem az lett volna. Kérem szépen, jó ideje már évtizedek óta, de legalábbis az első világháborútól kezdődően ismertek a román, a csehszlovák és a délszláv területi követeléseik. Kérem szépen, ugrásra készen állnak, például 1918. november első napjaiba már a románok betörnek hadüzenet minden nélkül Karhassó-Szörény megyébe. November 2-án a csehszlovák csapatok betörnek Pozsony, meg Malacka, meg Holics környékére. Ezek történelmi adatok, Ferenc. Betörnek oda. Jó, hát 5-10 ember. Jó, mert nincs fönn kijelölve demarkációs vonal. Értem. Délen lesz majd a belgrádi konvencióval demarkációs vonal. De ugye nagy román betörés az november 12-en nagy, idézőjeles nagy, november 12-en kezdődik, ugye? Krasnoszarj megyébe megkezdik egyébként. Értem. November 1-es hetének végén, és ott a szerbek is állnak, és ezeknek a nemzeteknek, vagy államoknak, ugye, mert Csehszlovákia ugye nincsen, csak aztán majd lesz egy csehszlovák állam, ki is kiáltják, de még nincs ország, mert meg kell szerezni hozzá a területet, azért ez is egy hosszabb folyamat, tehát nem úgy megy, hogy ki kiáltják Csehszlovákiát is, már a keleti vége ott van Körösmezőnél, a Tatárhágónál, tehát ez nem így működik, és itt tulajdonképpen itt nekem az a gondom az egész Károlyi kormányzattal, hogyha fölismeri azt, amit például Kemal Atatürk, vagy ellent mondta, hogy kérem szépen, nem szereljük le a magyarországi hadsereget, hanem azokból a magyarokat fegyverbe állítjuk.
adatok szerint 4000 csehszlovák katona tört be a Felvidékre, hogy elfoglalja a csehszlovák területi követeléseket, már ismerte 914-től, 15-től, amikor ugye Beneš tartja az előadását a Sorbonon, Zúzátok, Ausztria-Magyarországot, hogy a Dunavonala, Vác, Aszód, Gyöngyös, Miskolc, Sátorajújai, Uzsokihága, ez kb. 60.400. Igen, én... A románok a Dniesztertől a Tiszáig megfogalmazták már évekkel ezelőtt, Nyesztertől a Tiszáig, az körülbelül 135.000 négyzetkilométer Erdéllyel együtt, és a szerveknek a terület is követelése is, méghozzá nagyon érdekes módon, például a Tisza és a Duna között, amit majd későbbi trianoni határt kijelölnek, az a Ferenc Jóska által létrehozott szerb vajdaságnak az északi határa volt, szinte kísértetiesen. Szerintem erre kellett volna figyelnie Károlyi Mihálynak, hogy mi legyen a honvédsége. Akkor erről beszéljünk egy kicsit. Pók Attila, aztán Polman Ferenc. Mielőtt a hadtörténész elmondja a hadtörténész szempontjait, én inkább behoznám a politikai szempontot. Hiszen bármilyen furcsa, amit mondok, az osztrák-magyar monarchia utolsó leheletével is a jogállamiság meg bizonyos kereteit próbálta megőrizni. Na most ezért szerintem egyáltalán nem volt lényegtelen, hogy az államforma kérdését, a törvényhozásnak a kérdését mindenképpen rendezni akarta Károlyi. Kormányt akart létrehozni, és megpróbálta a belső rendet helyreállítani. Tehát az egy gyakran mellékes témaként kezelt problémakör, hogy milyen erővel próbálta a hazatérő katonák okozta mindenféle atrocitásokat megkorlátozni. Nagyon sok áldozata volt ennek a rendcsinálásnak is. Tehát ahhoz, hogy itt ezer fölötti áldozatról beszélünk, igen, ugye? Nagyon sok áldozatról beszélünk. Azt hiszem talán az Erdélyi Érchegység Árva megye itt volt talán nagyon, legtöbb. Szóval nagyon sok, és ahhoz, hogy egy ország utána egyeztettem jel, akkor még azért mégiscsak a monarchia, még nem vagyunk november 13-án áll, amikor 4. Károly lemond az uralkodói jogköréről, mégiscsak egy monarchia keretében kellett mind a politikai, mind a katonapolitikai döntéseit meghozni, de a szakember itt a Feri. Nekem, ja, hagyom. Igen. Szóval képzeljük magunkat a Károly helyébe, egy picit. Illetve a kormány helyében mondjuk így. Melyek a legsürgősebb feladatok 1918. november 1-én például? Folyik még a háború formálisan. Nincs aláírva a fegyverszünet Padovában, ugye? Tehát folyik a háború. Ez ugye november 3-án írják alá, ugye? A front összeolóban van, de már megkezdődött a hátrafelé áramlás. Egy csomó lakulat már önkényesen elhagyta az állásait, köztük magyarok is egyébként, és zúdulnak rá Tirolra, és mennek haza. Jönnek haza. Szervezetten, vagy nem szervezetten. Ugye ismert adatok szerint, amikor leszerelik ezt a hadsereget, ezt a magyarországi hadsereget, ugye december közepéig 1.200.000 embert szerelnek le. És ez nem azt jelenti, hogy 1.200.000 katona van ugye a fronton, ebben benne van mindenki, a patkókovástól kezdve a szakácsig, meg a mészárosig. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyi vannak fegyverben. De kétségkívül itt több százezer emberről van szó. De bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra, megengedi, hogy én az 1.600.000-es adatot is hallottam már. Ez így nem hiteles akkor, hogy 1.600.000 magyarországi katona volt összesen a frontokon? Akik a leszerelés érintett december közepéig, hát december végéig elképzelhető 1.600.000-re felment ez a szám. Én 1.200.000-et ismerek, és a december közepéig tartó időszakról van szó. Hát ezt maga egyébként a Böhm állítja, aki ugye a leszerelésnek ugye a fő felelőse is végrehajtója volt, tehát ezek az ő adatai, hogy úgy mondjam. Na most ez a tömeg részint a fronton van, részint már közeledik hazafelé. Ez egy fegyveres tömeg. Nyilvánvaló módon négy és majdnem fél éves küzdelem után ezeknek az embereknek a döntő többsége haza akar menni a családjához. Van, aki azt állítja, nyilván, ugye, akik, főleg akik Károlyival szemben kritikusabban fogalmaznak. Julier Ferenc például ugye az egyik művében, az első világháborúról írt művében, igen, például pontosan ezt mondja, hogy haza akartak menni, nem Olaszországban akartak küzdeni a magyar csapatok, amikor érkezett már az ellenség a magyar határok felé. Igen, de ugye itt, hogy is mondjam csak, szóval van egy feltételezésünk,
vagy azoknak a feltételezése, akik Károlyival szemben szélsőségesen kritikusan nyilatkoznak. Tehát hazárolózzák meg, és így tovább. Ugye, hogy létezett volna egy olyan szenárió, amelynek a végrehajtásával ebből az 1.200.000 vagy több százezer főnyi fegyveres erőből ütőképes magyar hadsereget lehetett volna felállítani, méghozzá olyan hadsereget, amelyek a határon képesek lettek volna hatékonyan megakadályozni, hogy akár beszivárogjanak, akár erőteljesebben benyomuljanak a szomszéd országok katonái vagy seregei magyar területre. Ezt állítja Botlik tanár úr, ha jól sejtem. Sokan állítják ezt. Igen. Na jó, de ez egy feltételezés. Ha mennyiben ez a feltételezés igaz, tehát hogy valóban létezett egy ilyen reális szenárió, de ezt vagy hozzá nem értésből, vagy hanyagságból, vagy akár bűnös hazárulásból a Károlyi rendszer nem hajtotta végre, akkor minden kritika velük szemben nyilvánvalóan nagyon jogos. Na de az a kérdésünk, hogy ez a szenárió valóban reális szenárió volt-e? Tehát valóban volt-e lehetőség arra, hogy ebből a több százezer fős hadseregből, egy seregből, mondjuk fegyveres seregből, ütőképes magyar hadsereget felállítsunk. Ha mondhatnék ehhez két dolgot, Révész Tamással beszélgettem nemrég erről egy ifjú kutatóval, és azt mondta, hogy nagyjából 300-400 ezer olyan katona volt, aki zárt hadrendben jött haza a frontokról. Nem, ez képtelenség, ennyien nem voltak. És ennyien biztosan nem voltak. És bocsánat, még valamit ehhez, hogy, és azért 1919 májusában azért a tanácsköztársasági szervezet 200-250 ezres egészen ütőképes haderőt, aminek még, ha jól emlékszem, talán légiereje is volt valamelyes. Tehát ez nem bizonyítja azt, hogy ezzel lehetett volna valamit kezdeni? Valamit kezdeni természetesen lehetett volna. Én nem azt állítom, hogy a szenárió, amit az előbb felvázoltam, mellett egyéb más kevésbé kedvező szenáriók nem lettek volna lehetségesek. Én most csak úgy mondjam, kimaxoltam, ha úgy tetszik, a lehetőségeket. Hát, bocsánat, szabad. Értem, nem és aztán Botlik tanárul, igen. Azért a honvédelem, az sohasem egy politika mentes környezetben zajlik. Tehát mind a politikai szempontokat mindig figyelembe kell venni. Nem az volt a célja és az érdeke a Magyarországnak és a Károlyi kormánynak, hogy egy végtelenségig húzódó háborút vigyen tovább, hanem ezeket a nagyon jogos problémákat lehetőség szerint próbálja politikai módszerekkel megoldani. Na most egy kis megjegyzés, hogy zárt rendben rendezett alakulatok jöttek haza, az valószínűleg kisebb ez a szám, de az nem azt jelenti, hogy harcolni akartak és harcolni képesek voltak, hanem azt jelenti, hogy együttesen sokkal sikeresebben tudtak hazajönni, és nagyobb esélyük volt a Zsold megkapására, mint hogyha szétszorodtak volna, de adjuk meg az ellenérvelet. Igen, mert van itt egy ellentmondás, ugye van egy nagy szám, a határól visszajövőknek a viszonylag nagy száma, azért ha 1.200.000-re, 1.600.000, akkor is ez nagyon nagy szám. És volt az a szám, amit Botlik tanár úr említett, hogy 4.000 cseh katona kezdi meg Felvidék megszállását, november és hasonló másodikán számmal Románia kezdi meg. Románia kb. 5.000 katonával tör be. Na most ezt nem szeretik egyébként, akik a Károlyit szeretik, azok azt nem szeretik, amit én fogok mondani. Emlékirat van rá, amikor Barabás Samu kolozsvári esperes, Apáti István erdélyi főkormánybiztosnak a Székely Nemzeti Tanácsán ülésén oda dörgöli az óra alá, hogy a Károlyi kormány utasítására a Magyar Honvédség raktáraiból adnak a román gárdáknak, szervező román gárdáknak fegyvert, muníciót és az államkincstártól pénzt, és ezek a román gárdák nemzetőr csapatok, ezek szépen odaállnak a betörő román alakulatok mellé, és Barabás Samu még azt is megkérdezi, hogy ezek szerint még ezekkel a fegyverekkel csak magyarokra lehet lőni? Ez nem bizonyítja. Ez azt bizonyítja például, hogy ez teljesen elhibázott volt. Fényes László nemzetőr kormánybiztos lemegy a Székelyföldre, hogy leverje, leszerelje a szervezkedő székelyeket. Mikes Imre írja meg az íratába, aki írja ezt az Erdély útja Nagy-Magyarországtól Nagy-Romániáig, írja le, hogy a székely katonák bele akarják folytani Fényes Lászlót a Marosba, és két székely főhadnagy menti meg.
Tehát igenis van egy székely nemzeti ellenállás, vagy a Nyugat-Mörszág sorsa című könyvemben, amikor írtam, kiderült például, hogy a soproni nádasdi huszárok is teljes fegyverzetbe jönnek haza, és mennek vissza a laktanyába. Sőt, olyan is előfordul, hogy bécsi pályaudvarokon szét akarják lőni a pályaudvart, ha nem engedik őket haza. Tehát azért igenis, ha volt már ellenállás, meg spontán ellenállás, 918. november első napjában a felső csalvóközi falvak Jóka községben népgyűlést tartanak, és kérik, hogy fegyverezzék föl őket, mert ők megszervezik a nemzet ellenállást, mert jönnek a cseh katonaság, az a 4000, elfoglalni 60 000 négyzetkilométert a csalvóközben. Tehát igenis volt, ezt kellett volna megszervezni, ezt kellett volna összefogni. Ha szabad vitatkoznom, vitatkoznom, ekkor nem a háború a cél, hanem a politikai rendezés. Tehát ugye a Károlyi elveszik az ország. A Károlyi kormánynak az volt a célja, hogy amennyit lehet megtartson a történeti Magyarországból, ezért küldi Jászi Oszkárt tárgyalni Aradra, és próbálnak valamilyen politikai megoldást szerezni. Szeretném felhívni a figyelmet pont ezekkel az érvekkel kapcsolatban egy kiváló tanulmányra, ami a Rubikonnak a legutóbbi számában jelent meg, Ablonczi Balázs tollából, és a tőle megszokott szellemességgel foglalja össze, amit most neked ellenérvekként tudok mondani, hogy akkor lehetett volna sikeres nemzetvédő háborút folytatni, ha legalább egy nagy hatalom akkor Magyarországot támogatja, legalább egy, de még jobb, ha kettő, legalább egy, ha mind azok, és nem körös körül kell harcolni különböző országokkal, hanem mondjuk egy helyen kell csak áttörésre vinni a dolgokat, tehát én ezt nem mentegetni akarja, hanem a politikai és a hadászati szempontokat próbálja egymással összebékíteni, és megpróbálja az akkor hatalmon lévő politikusoknak a fejével gondolkozni. Egy kimerítő háború után nem a kimerítő háború folytatása a fő politikai cél. Ilyen beszélgetésnek nyilvánvalóan vannak, hogy is mondjam, csak hát kellemetlen mellékhatása is, többek között, hogy az ember nem tudja végigmondani a saját gondolatait, hanem kénytelen adni a szót a többi vitapartnerének, és ettől csonkán marad a levegőben, leveg tulajdonképpen a mondani valónak az elmondott része. Ugye azt kezdtem mondani, hogy milyen feladatok vártak, ugye. Nyilván itt nincs lehetőség kiszállodást tartani erről a kérdésről. De a lényeg az, hogy ezzel a tömeggel valamit kezdeni kellett. Ezzel a 1 200 000, akár 1 600 000 fegyveres tömeggel, ezzel valamit kezdeni kellett. Az más kérdés, hogy amit Károlyék ezzel kapcsolatban tettek, az észszerű volt-e vagy sem, helyes volt-e vagy sem. Mindenesetre nyilvánvaló módon ezt a tömeget nem lehetett fegyverben tartani. Egy részét nyilván fegyverben lehetett volna tartani. Az a kérdés, hogy mekkora részét. És nem tudjuk megmondani pontosan, mert fel lehet sorolni pró és fel lehet sorolni kontra forrásokat is. Egyrészt, amelyek azt bizonyítják, hogy az embereknek igenis volt egy olyan jelentős része, akik égtek a vágytól, hogy egyből határa vonulhassanak, szinte ugye a vonatpályaudvarról is egyből oda mennek a határa és kiverjék az ellenséget. És volt egy másik, szintén meghatározó nagy része ennek a társaságnak, akik alig várták már, hogy hazamehessenek a családjukhoz. Hatos Pál, aki egy kiváló könyvet tett le most épp a napokban az asztalra, hogyha már itt említette az Ablonczi Balázsnak a cikkét. Hatos könyve, meg kell mondanom, elég kiábrándító abban a vonatkozásban azoknak a számára, akik abban az illúzióban élnek, hogy a magyar katonák, akik a nyugati, illetve az olasz fronton harcoltak, és hazajöttek Magyarországra, ezek egytől egyig, vagy legalábbis mondjuk döntő többségben égtek a vágytól, hogy folytathassák ezt a eddig ugye folytatott háborút, ezúttal most a bizonytalan ellenséggel. Még az sem volt egészen biztos, hogy ki ellen és hol kell harcolnunk, hol fog húzódni ez a határ. De nem is az az érdekes benne, amit előbb elkezdtem mondani, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy kimaxoltuk a lehetőségeket. Hogyha ennek a hadseregnek a döntő többsége hajlandó lett volna harcolni, még akkor is ott van mögötte még az anyagi feltétel. Tudjuk, hogy az osztrák-magyar monarchia 1918 őszére réges-rég elérte a teljesítő képességének a határát. A katonák az olasz fronton éheztek, rongyokban jártak, és ezt nem utólagos történészi belemagyarázásként mondom, ott vannak a korabeli vizsgálati anyagok, vizsgálati jelentések, hogy más ne említsek például az a bizonyos Kvaternik, aki később a horvát államban ugye a második ember lett.
ő akkor, ha úgy tetszik, magánszorgalomból végezett egy vizsgálatot. És kiábrándító képet festett a 6. hadsereg anyagi állapotáról például az orosz fronton. Nem lehet azzal vádolni, hogy ő előre mondjuk a Károlyi kormány mentegetésére írta volna ezt a bizonyos jelentését. Viszont van egy figyelemméltó része ennek a jelentésnek, miközben megállapítja azt, hogy a katonák elképesztően rossz gazdasági, egy anyagi körülmények között vannak. Létszámhiány, lőszerhiány, fegyverhiány, felszereléshiány nehezíti a dolgokat, azon kívül kimerültek a háborútól. Ugyanakkor ő akkor azt állítja, hogy elég jelentős mértékben a hátországgal szemben nagyon-nagyon jelentős, hát hogy úgy mondjam, ellenérzéseket táplálnak, a lógósokkal szemben, rendkívül magas a lógósok száma például. Lehet tudni pontosan, hogy valaki miért kerüli el, ha úgy tetszik, a frontszolgálatot. Hatos Pál a könyvében idéz egy csomó olyan korabeli forrás visszaemlékezést, amely pont arról szól, hogy a katonák egy jelentős része azt mondja, hogy most már mi többet nem harcolunk, harcolnak, akik itthon lógtak eddig a háborúban. Menjenek ők is, védjék meg, azát akarják. Ez egy fikció, azt kell mondanom, ha azt gondoljuk, hogy a magyar katonáknak a döntő többsége égett a hágytól, hogy a honvédelmet azonnal meg is kezdje pontosan. Az más kérdés, hogy kint az orosz fronton sok alakulat azért tagadta meg, hogy kimenjen az állásba, mert hogy haza akart menni, mondván a veszélyben a haza, meg kell védeni az ország határokat. Erre biztatták a magyar politikusok is. Főleg Károlyi, mint ellenzéki vezér, de nem csak ő mondta mindezt. A Vekerle kormány több miniszter tagja is hangoztatta ezt a felfogást. És jellemző módon a két világháború közti szakirodalomban például ugye kialakult egy viszonylagos komoly vita az osztrák és a magyar történetírás között. Az osztrákok egyértelműen a magyar politikusokat tették felelőssé azért, hogy a front fölbomlott, mert a katonák szót fogadtak a magyar politikusoknak, Károlyinak, és nem csak Károlyinak, hanem például Tiszának, mert a Tisza ugye jelentésének, amiről korábban volt szó, igen-igen nagy hatása volt a katonákra. Igen, ez hiszen Károlyi volt a szimbóluma a katona, ugye a háborús helytállásnak. Ha már ő is azt mondja, hogy vége ezt a háborút, akkor tényleg nagyon nagy baj. Ez Tisza volt, a Károlyit Tisza mondott véletlenül, Tisza, de Tisza, bocsánat, volt. Összecseréltem. Igen. Bocsánat, Botli tanár úrnak egy gyors reagálás, és akkor utána van Rafai tanár úrtól még néhány mondatunk, azt még bejátszanánk. Hát én itt, ez, erről nincs szó, de ezt mindenképpen kell erről beszélni, Ausztria. Kérem szépen, Ausztria 1918. november 17-én az osztrák államtanács bejelenti igényét Pozsony, Moson, Vas vármegyére, Sopron vármegyére és Zala megye északkeleti részére, ez kb. 16 ezer négyzetkilométer nagyjából a váráig. Én az egész békerendszerben az egyik legsötétebb dolognak tartom, ezt nem tudom másként mondani, azt, hogy a szövetséges társadalomból egy területkövetelő lett 918 őszén, ez Ausztria, és követeli ekkora hatalmas területet, a Dunántúl felét. De jól értem, tehát, hogy a történelmen és a politikán most az erkölcsöt kéri számon, tanár úr? Hát nem csak az erkölcsöt, hanem a tisztességet is, netán, hogyha van. Jó, hát tudom, hogy azt szokták mondani, hogy ahol a politika kezdődik, a becsület véget ér, de nem mondjunk ilyen csúnya közhelyet. De én ezt tartom az egyik, a másik ilyen alapkérdésnek, ez a magyar-osztrák viszony és itt a területi követelések. Tehát ez egy döbbenetes dolog volt. Jó, ennek már gyökerei 1908-ban kezdődnek, amikor azt mondják, hogy adjuk nekik a Dunántúlnak a nyugati felét, és Bosznia-Hercegovinára jó kis puskaporos hordót, ugye, amit bekebeleztek. No, én azt javaslom akkor Rafai Ernő történész kollégájuknak a szavait most hallgassuk meg. Ugye régóta kutatja ezt a témát, ugye a Trianon témát, ez neki azt hiszem, hogy a központi témája, vagy az életművének a része. Őt kérdeztük, mégpedig a Károlyi Mihály kormányának politikájáról, és persze a szabadkőművességről. A Függetlenség és 48-as párt elnöke, Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos egyik fia, amikor meghal, utána 1913-ban Károlyi Mihály gróf lesz, akit már akkor Vörös grófnak neveztek, ő lesz ennek a pártnak az elnöke, és ő politikai szövetségeseket keres. A Nemzeti Munkapárt, gróf Tisza István pártjával nem tudtak szóba állni, mert a főhatalomért ment a két párt közötti harc. Károlyi tehát megkeresi Jászi Oszkárt,
A Petőfi Irodalmi Múzeum, ugye az a Károlyi Palota, rendszeres följegyzések vannak, levéltári följegyzések is, hogy Károlyi ott fogadta a korabeli Balos, nevezetesen Jászfi liberális, Kunfi Zsigmond Szozdem és a többi említett személyeket. Tehát ő tudatosan készül a majdani saját hatalom átvételére. Jön a háború vége, a katonai vereség, október 16-án Vekerle Sándor bejelenti a dualizmus megszűnését, az együttbirtoklás megszűnését, és ezután nyílik tér Károlyinak arra, hogy a 6-8-10 éve vele kapcsolatot tartó Jászékból alakít kormányt. Tehát ez egy nagyon tudatos, majdnem egy évtizedes fölkészülés volt Károlyi gróf részéről. Károlyi kormánya három párti kormánykoalíció volt, Károlyi Függetlenség és 48-as pártja mellett. Ott volt a liberális párt, Jászi Oszkár volt az elnöke, országos polgári radikális párt. A dokumentumok szerint, amik az országos levéltárban vannak, a Martinovics nevű szabadkönyves páholyba kezdték 1913 kora őszén, október körül szervezni, és 1914-ben léptek ki a nyilvánosság elé, a sajtóba és a politikai életbe, mint liberálisok. Ők szélső, tehát radikális liberálisok voltak, szabadkönyvesek. A másik nagy baloldali irányzat képviselői is ott voltak, a Szozdemek, az MSZDP, Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviselői, például Kunfi Zsigmond miniszter volt a Károlyi kormányban, és ők együtt dolgoztak eleinte a Károlyi párttal, aztán 1919 tavaszán meg a gyűjtőfogházban lévő kommunistákkal kezdtek a Szozdemek tárgyalni. Ha megnézzük a Károlyi kormány személyi állományát, akkor mondom a pontos adatokat, mert én személy szerint megvizsgáltam őket. 4 miniszter és 8 államtitkár szabadkőműves volt, és ők valamennyien csak liberálisok és vagy szociáldemokraták voltak, de például mondok egy államtitkárt, Diner kötőjel Dénes József, Demokrácia nevű, majd a Martinovics Szabadkőműves Páholynak a vezető tagja. Ő már 1906-ban az Országos Levéltár egyik jegyzőkönyve, Szabadkőműves jegyzőkönyve szerint azt mondta, hogy én testvérek önmagáról, hogy én testvérek már a századfordulón ortodox marxista voltam. Csak tudnék 8-10 ilyen példát mondani személyenként. Az a lényeg, hogy Magyarországon 1918. október 31-én délelőtt, amikor a József főherce kinevezte Károlyi Mihályt miniszterelnöké, és ő megcsinálta ezt a bizonyos kormányát, akkor a magyar történelemben először szabadkőműves baloldali kormány került Magyarországon hatalomra. Az akkori baloldal a hazát és a nemzet fogalmát nagyon negatív fogalomnak tartotta. Hát én most már több százezer szabadkőműves iratot az Országos Levéltár P-szekciójában elolvasva úgy látom, hogy a szabadkőműves radikális páholyokba, nem mindegyik páholyba, de a budapesti 31 néhány páholyba, az, hogy magyar, az a szó, hogy haza, az a szó, hogy gróf Tisza István, az akkori korszak nagy konzervatív személyisége, ezt szitokszóként használtatik. Úgyhogy nem véletlen az, hogy amikor Károlyék hatalomra kerülnek, akkor Károlyi nem a normális átlagos szabadkőműveseket viszi be a kormányába, hanem a radikális liberálisokat és a radikális szozdemeket. És teljes baloldali fogalmakat használtak az akkori helyzetre. Tehát az, hogy kereszténység. Mondok egy példát. Nem Károlyi kormány, de egy szabadkőműves ember csinálja, Fáber Oszkár Martinovics páholy, amikor 19 márciusában hatalomra kerülnek a kommunisták, és jön az a 133 napig tartó kommunista diktatúra, ők mindjárt megalakítják az úgynevezett történelmi egyházakat likvidáló bizottságot. A korabeli sajtóban ez úgy szerepel, hogy likvidációs bizottság, egy kiugrott szerzetest, ezt a Fáber Oszkárt nevezik ki az élére, a kommunisták, és az a feladata, hogy figyelem, nem lesz visszaszorítani az egyházak, keresztény egyházakat, hanem megszüntetni az egyházakat. Na hát akkor hát, haza a nemzet, szabadkőművesség, Károlyi kormány, Pók Attila. Hát a két megjegyzésem lenne ehhez. Egyrészt az, hogy minden
előtörténetet utólag konstruálunk. Tehát nagyon sok fajta előtörténetet lehet a legkülönbözőbb eseményekhez tenni, de az elmélyült történészi kutatás az általában az adott szituációkból indul ki. Hogyan lehet Diner Dénesnek egy 906-os állásfoglalását mondjuk a 918-as politikai helyzethez kapcsolni? Lehet bizonyos politikai vonalakat kimutatni, de azt a politikai döntéshozatali kényszert, amiben 18 októbernek végén Károly került, azt nem a szabadkönyvesek hozták létre azt a helyzetet, nem a szabadkönyvesek felelőssége. Nagyon sok szabadkönyves páholyban, amik Traffai Ernő kolléga alaposan kutatott, voltak igen komoly viták arról, hogy hogyan lehet a hazát megmenteni, hogyan lehet a haza problémáit megoldani, hogyan lehet a nagybirtok kérdést, hogyan lehet a kisebbségi kérdést, hogyan lehet a vallás és az állam viszonyát rendezni. Károly olyan embereket vett be a kormányába, nem azt nézte, hogy melyik szabadkönyves párhoz tartoznak, ő maga nem is volt különben szabadkönyves, de hanem nem szabadkönyves kapcsolatrendszerből ismerte őket, hanem olyan szakembereket próbált választani, és politikailag olyan megbízható embereket kell, úgy gondolta, hogy tud együtt dolgozni. Na most az egyház példára csak szeretném jelezni, hogy a katolikus papok is alakítottak tanácsot, nem csak a katonák, aminek tagja volt például Prohászka Otokár is, és meleghangú levélben köszöntötték Károlyi Mihályt. Tehát a november-december elején még úgy nézett ki, hogy tényleg nem nagyon lehetett volna más politikus, aki mögött ennyi fajta arisztokratától katolikus klérusig politikai erő sorakozott volna fel. Én nekem a történészként ez nyilvánvaló módon nem olyan sok mondani valóm van, mindenesetre azt gondolom, hogy ez a bejátszás kicsit elviszi a beszélgetésünket egy olyan irányba, ami talán most nem igazán szerencsés. Jó, egy gyors reagálás még Botlik tanár úrtól, és térjünk vissza a hadsereg feloszlatásához. Nekem is az a véleményem, hogy a Károlyi kormányzatban, tehát ez a szabadkönyves irányzat azért nagyon keményen benne volt is, és én úgy érzem, hogy októberében, novemberben a nemzeti önvédelmet azt nem szervezték meg. Tehát itt van, mondtad, hogy nem akartak harcolni. És a székely hadosztály, az 918. decemberi Bekratovi lezredes a Károlyi Mihály kormány akarata ellenére szervezi meg, 13 ezer főre növeli, a létszámot volt még 3 páncélvonat, ha jól emlékszem, meg ütegek, vagy 16 üteg, és ez a székely hadosztály 919. április 16-ig tartja a Szinérvár alja, Szilágysomló, Vaskok vonalat, 200 kilométert. 13 ezer emberre. Tessék, 13 ezer emberre, több mint 200 kilométer, szóval már nem tudnak előre. Most erre mondjuk, hogy ez volt az el, így kellett volna megszerni az ország másik részében. No. A pillanat még, a románok, amikor támadnak, tehát 19. április 16-án, Kárpátaljának a kétharmadát a román csapatok foglalják el, mert a csehszlovák haderő még mindig van, 10 000 körül van, talán ha van, és ők foglalják el Kárpátaljának a kétharmadát, Beregszászt meg a Tisza felső tizedvidéket, ahol majd csak 920. augusztus 31-én mennek ki a román csapatok. No, tehát ezek olyan tények, hogy ebben nem lehet vitatkozni, hogy a székely hadosztály ott több mint 2 hónapig védi a frontvonalat. Van még 6 percünk, szerintem ezt erre fordítsuk, hogy le kellett-e szerelni a hadsereget, és hogy milyen hozadékai voltak ennek. Hát azt, hogy a hadsereget abban a formájában, amelyben akkor volt, le kellett szerelni, az nem lehet kérdés. Ezeket az embereket vissza kellett volna vezetni a békés termelő munkába, szabad így mondanom. Nem volt, aki learassa a gabonát a földeken. Nem volt, aki megművelje a földet. Ezek a palik, akik ott voltak fegyverrel kint az olasz fronton, ezek voltak egy személyben ugyanakkor otthon a főművesek is. A nonsense, hogy ezeket azonnal kiviszem a frontra megint. De a másik kérdés pedig igazából megint csak, amit korábban már próbáltam pedzegetni, és amit nem tudtam megint végigmondani, úgy mondjam. Tételezzük fel, hogy ez az egész távolság kimegy most a frontra, és ott kőkeményen megállnak a régi Magyarország határain, és tapottat nem engednek be egyetlen nyomorult románt se, szerbet se, meg se szlovákot sem. Meddig? Azt akarom ezzel mondani, hogy amire korábban már volt szó. Ezek a kérdések Magyarország jövőbeli sorsa és Magyarország hatáinak a kérdése. Nem itt dőlt el, nem Szinérvár alján dőlt el,
nem a délvidéknél dőlt el, hanem Párizsban dőlt el, a zöld asztalnál. És Magyarország, hogyha képes lett volna megfelelő katonai erőt felmutatni, és kiverni minden ellenséget, megfelelő nagyhatalmi támogatás nélkül semmit nem értünk volna ebbe. Semmit nem értünk volna. De egyébként nem lehet, hogy mindenki ki volt fáradva azért a világháború végén. Múltkor Ravasz Istvánnal, az ön kollégájával beszélgettünk arról, hogy milyen veszteségeik voltak a különböző országoknak. Azt hiszem, hogy Szerbiának 15%-os volt, 14,5%, Romániának 9%-os, Magyarországnak 6% körüli. Tehát, hogy mindenki ki volt fáradva, Franciaországnak is 15%, tehát háborút már nem nagyon akart senki. Igen, de a politikusok nem csak katonákkal tudnak ám kényszeríteni egy országot arra, hogy engedelmeskedjen. De olyan mértékben, mint amilyen mértékben végül lett? Hát ugye ez a mi lett volna, ha a kérdése jó, már? Konkrét tényekről volt szó. Mivel működik a katonavonat? Szénnel. Hol vannak a magyarországi szénbányák? Idegen megszállás alatt. Jön a tél. Igen, honnan lesz szenünk? Igen, de amíg nincs idegen megszállása. Honnan kaptunk szenet, hogy hazaengedtük a Mackenzie hadsereget, notabene egyébként az Antant követelésére, és cserébe kaptunk Németországból szenet, amit a csehek vagy átengedtek, vagy nem. El kellett intézni Párizsban, hogy engedjék át a szenet nekünk. De ha nincs szén, hogyan fog megélni az ország télen például? És meddig az a kérdés, meddig? Magyarul azt akarom mondani, bocsáss meg még, hogy a gazdasági blokkád eszközével gyakorlatilag Magyarországot könnyűszerrel tudták volna tényleg kényszeríteni akkor is, amit egyébként meg is tettek. Hát amikor ugye a belgrádi konvencióban nem szerepelt ugye a felvidékkel kapcsolatos ugye határozat. A csehek azonnal elkezdtek Párizsban akciózni, hogy ez nincs egy jó. Ők nem ismerték el a belgrádi konvenciót. Mi az, hogy Magyarország megtarthatja a felvidéket, és ott megmaradhat a magyar közigazgatás például? És nem telt be egy hónap, ugye, karácsony 24-én, de 24-én, már az Antant rendeli el, hogy semmit ne tekintjük a belgrádi konvencióban meghúzott demokráciai fonalat. Nem is kellett tulajdonképpen a csehieknek igazából nem erőködniük hozzá ott kint a fronton, nem is nem tudtak volna mivel akkor még. De mégis elérték. Ha szabad megint a politikai vonalra átvinni a beszélgetést. Van még 3 percünk, úgyhogy ezt még használjuk ki. Azt hogy 1 perc alatt, hogy azt hiszem, 3 fő tényezője van szerintem annak a 3 fő gyökere, annak a helyzetnek, hogy mondjuk 18 őszére, 19 előre kialakult. Az egyik, az osztrák-magyar monarchia politikai rendszerének a szétesése. Azért ez egy drámai dolog, hiszen még 18 márciusában, mondjuk a Brest-Litovszki béke idején, azért még úgy nézett ki, hogy a nem is feltétlenül kiütéses győzelemmel, de nagyon jól jöhet ki a háborúból. Minden teljesen más volt. Na most az egy nagy történeti probléma, hogy hogyan juthatott el az osztrák-magyar monarchia, mondjuk 18 márciusától, mint politikai rendszer, 18 őszig. Ez az egyik probléma. A másik probléma a nagyhatalmi aspirációk a világháborús célokkal kapcsolatban, amik meghatározóak voltak. Ha nincs orosz forradalom, ha nincs az amerikaiaknak a belépés, akkor nyilván másképp alakultak volna a dolgok, de hát nyilván így alakultak a dolgok. Tehát a nagyhatalmak. A harmadik pedig a monarchia kisebb nemzetei, cseheknek, szlovákoknak, az utódállamokat előkészítő értelmiségi lobby munka, nemzeti lobby munka. Na most csak ennek a háromnak a kölcsönhatásában lehet szerintem megérteni azt a helyzetet, amiben a Károlyi kormánynak cselekednie. Meg egy negyediket tegyünk hozzá, a gazdasági kimerültség. A gazdasági kimerültség. És ötödiket a háborús vereség. Ne felejtsük el, vereséget szemmetünk. Én meg még azt húzom ehhez hozzá, hogy a belgrádi katonai konvenciónak az aláírása teljesen felesleges volt, mert mit csinált Károlyi? Ott van a padovai fegyverszünet, akkor még egyetlen idegen katona nincsen az ország területén, hanem Károlyi, mivel kivonja a padovai fegyverszünetből kivonja Magyarországot Belgrádba, és önálló államként jeleníti meg, hogy úgymond, ezért meg lehet büntetni. Miért nem tudta Károlyi azt mondani, mint a csehek mondták, hogy a monarchia veszítette el a háborút, nem így. Bocsánat, a szamárság, nem haragudj. Nem szamárság, nem haragudj, ez nem szamárság, ezek tények. Tanár úr, ezek tények. Ezt a beszélgetést most már a kamerákon kívül folytatjuk majd, mert hogy a műsoridőnk lejárt, de hát azt gondolom, hogy izgalmas beszélgetéseket lehet
lehet folytatni, még majd a kutatóintézetekben, meg a különböző kiskörökben mindenről. Érdemes is lefolytatni ezeket a beszélgetéseket, hogy jobban lássuk a történelmünket, jobban tudjuk értékelni a történelmi személyiségeinket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma hozzánk, köszönöm nézőink figyelmét is. Holnap is várjuk Önöket, akkor a színház világába kalauzoljuk Önöket Eperjes Károllyal és Máté Gáborral. Viszontlátásra!